Jó estét kívánok! Ha azt mondom, hogy van egy olyan sportág, amelyet a magyar tévénézők, elsősorban a sporttelevízió közvetítéseinek köszönhetően ismerhettek meg közelebbről, és óriási népszerűségre tett szert az utóbbi években, olyannyira, hogy most már Székesfehérváron is, most már hosszabb ideje működik egy olyan egyesület, amely ráadásul nagyon szép sikereket ér el, akkor lehet, hogy elsőre még sokan az amerikai futballra gondolnak, hiszen mindez igaz természetesen a tojáslabdás focira is, de most másról beszélünk, van ugyanis egy másik, hát sokkal a kevésbé fizikális, mégis óriási érzelmeket megmozgató sportág, ez pedig a darts, amelynek nagyon komoly hagyományai vannak amúgy Magyarországon és városunkban is, de valóban az utóbbi években beszélhetünk arról, hogy a maga a világ nagy darts sportja az bejön az otthonunkba, a nappalinkba, és hát együtt nézzük ezeket az elképesztő versenyeket, amelyeknek a körítése, a hangulata teljesen egyedivé teszi ezt a sportot. Ennek a sportágnak az egyik magyarországi, hát lehet mondani apostola, szövetségkapitánya, elnökségi tagja, és mellesleg a Székesfehérvári Sport DC klubnak a vezetője is, Cigen Hammedárd, aki itt van velünk a stúdióban. Sok szeretettel köszöntelek. A sporttelevízió, mint szakkommentátor, magad is részese vagy annak a folyamatnak, amelynek keretében vagy következtében egyre többen ismerik meg a darcot. Gondolom van valamiféle kimutatásotok vagy felmérésetek arról, hogy mennyire népszerűek ezek a közvetítések ma Magyarországon. Természetesen hallottunk kimutatásokról, meg statisztikai elemekről, de erről azért ilyen számokat azért nem kapunk, ezt nem kötötték annyira az orrunkra. De annyit azért kell tudni, hogy ezt mi úgy tudjuk mérni, hogy Facebookon van egy csoportunk, amit a közvetítésekhez készítettünk direkt, egy a PDC fanklub néven futó csoport, és hát 37 ezer fölötti lájkolója van, akik ilyen elkezdtük, és pár ezerrel indult, és a közvetítéseknek köszönhetően egyszer csak így ugrásszerűen, tehát ilyen heti 5 ezerre vagy 6 ezerre több lájkolója lett. Nagyon-nagyon népszerű, ezt abból lehet, én igazából abból mérlem le, hogyha megyek bevásárolni, akkor és valakihez beszélek, akkor megismerik a hangomat, és akkor őnek jaj, nem, de igen, mondom, én vagyok az. Hát igen, a televíziós népszerűség az mindig is nagy úr volt. Igen, magára a sportágra is érvényese az nagyban, amit Magyarországon kicsiben, hogy azért elképesztő módon fejlődik és népszerűsödik a világban. Hát az egyes versenyeket látva nem kérdés, hogy azért vannak kultúrák, ahol ezért már nagyon régóta megőrülnek. De hát most már azt mondhatnánk, hogy bárhol Európában rendeznének egy ilyen darts versenyt, akkor valószínűleg az vonzaná a tömegeket. Természetesen, és ezt ugye azt, amit a tévében látunk, az ugye a profi körítés, tehát az a profi szervezetnek a versenyei. Ugye azért a tévé közvetítéseknek köszönhetően sokkal magasabban van, de azért annyit el tudok mondani, hogy az amatőr szervezet, idézőesen amatőr szervezet, a BDO-VDF szervezetnek ugye szeptemberben fogjuk majd rendezni az Európa kupáját, Európa bajnokságát, csapat Európa bajnokságát, és hogyha azt mondom, hogy 39 ország fog Európából csak részt venni, akkor szerintem ez megmutatja, hogy milyen, mennyire népszerű sportág jelen pillanatban a darts, és hogy mennyien űzik ezt, és hogy most már Európában is, de egyébként a világon is mennyire ismert már, és hogy tényleg mennyi országban vannak szövetségek, mennyi ország képviselteti magát a világversenyeken és az Európa bajnokságokon. Nem tudom, hogy van-e még egy sportág a labdarúgáson kívül, amire igaz az, ami talán a darcra is, hogy azok, akik ott nézik a helyszínen egy-egy ilyen versenyt, vagy a tévében, azok azért is szeretik, mert önmaguk is kipróbálták, és akár minden nap űzik. Azért a legtöbb sportág valamiféle speciális eszközigényt, követelményrendszer támaszt, ami miatt egy ember nem tudja ezt szabad idejében csak úgy elkezdeni csinálni. Focizni lehet, tehát foci a másik, amit tényleg két ember lemegy, és már passzolgat egymáshoz. És hát azon gondolkoztam, hogy az tényleg egy olyan, hogyha van az embernek akár egy olcsó boltban vett kis táblája, meg három nyila, akkor 5 perc szabad időben is lekiállhat dobálni. Tehát valahol ez a fajta demokratizmus, ez biztos, hogy borzasztó sokat jelent a népszerűség szempontjából. Hát az egyik legtöbbet jelenti, ezt nyugodtan kijelenthetjük természetesen. Itt még annyival szerencsésebb még a futball fölé is növő, hogy ugye itt aztán teljesen mindegy, hogy most valakinek milyenek a testi adottságai, tehát ha most mondjuk elmegy futballozni, akkor lehet, hogy 5-10 perc után most csúnyán hangzik, de le kell húzni a pályáról, mert annyira elfárad. Itt azért természetesen
kitolhatja sokkal hosszabb ideig, viszont azt azért ne felejtsük el, hogy a több óra dárcozáshoz is már komoly erőléti állapotra van szükség. Azért van olyan barátom, aki heti többet edz most már 10 éves korától, és megdárcoztattam őt is másnaponta, hogy jó napot, szóval mindenem fáj. Nem is tudtam, hogy ott is van izmom, pedig aztán ott is kéne. De hát azért ez megerőltető tud lenni. Nem véletlenül volt ez azért, hogy miután Angliában is sportág nyilvánították a dárcot, az egy ilyen méréses, lépésszámlálós méréses dolog volt. Még Martin Adams-re tettek föl egy ilyen mérőt, és akkor ő egy kis maratont legyalogolt egy dárcversenyen, és akkor ez alapján mondták, hogy hát azért itt van teljesítmény rendesen. Hát igen, ebből belegondolják, egy nagyon érdekes, mert valóban lehet, hogy ez jutna az ember eszébe utoljára, hogy mennyit mozognak mondjuk a dárcosok. Az, hogy a kéznek, a karnak, a válnak azért bírnia kell egy több órás megterhelést, az nyilvánvaló. A másik pedig hát nyilván a mentális állapot, mert hát itt végül is gondolom ez is leginkább fejben dől el, azon kívül, hogy persze nyilván a dobásokat sokat gyakorolják. Természetesen mindig minden fejben dől el. Azért itt a karon, a vállon is a kívül azért itt a csípő és a támaszkodó láb az, ami nagyon-nagyon megterhelt, meg a gerinc. Erre azért az edzéseken speciális feladatokat is kell végrehajtani ahhoz, hogy ez ne legyen probléma belőle, de természetesen az egyik legfontosabb dolga az a mentális felkészülés, a mentális állapot is, az, hogy ki mennyire, milyen szinten áll már ezzel kapcsolatosan. És mi a mennyire tartozik hozzá a népszerűség, ez az, amit tudom, hogy ez nagyon érzékenyen kell ezzel a résszel bánni, hogy azért megnéz az ember egy ilyen közvetítést, és azt látja, hogy iszonyatosan jó a hangulat, a nézők azok kvázi ugyanúgy érzik magukat, mint amikor még ez egy klasszikus kocsmasport volt, most nem pejoratív értelemben mondom, hiszen aki nézi, az ugyanúgy rendeli a söröket, emeli a korsót, ünnepli a hősöket, és még figyelnek rá a versenyek, most a legprofi versenyekről is beszélünk, hogy ez a hangulat ez adott legyen, ez ugyanúgy meglegyen. Természetesen. Azt azért tudni kell, hogy ezt nagyon szigorúan veszik. Tehát senki nem vett, tehát ott egy olyan kialakult biztonsági rendszer van, és egy olyan biztonsági őrök vannak, tehát bizonyos táblákat nem lehet kirakni, nem lehet futballmezbe ment lenni, nem lehet félmeztelen vetközni, nem lehet elaludni, nem lehet. Tehát mindennek megvan szabva a határa, és ebből adódóan nagyon-nagyon kevés szinte semmilyen atrocitás nem lehet látni. Tudunk olyan versenyről, Ausztráliában, ahol volt atrocitás, de oda ezt a rendszert nem vitték be, ott székdobálás lett, tehát olyan vittes, mint ugyanúgy, mint egy futballmeccsen. Ez belecsúszhat, de természetesen ez nem kell ezt szégyelni se, ez egy kocsmasportból kialakult, egy kocsmajátékból kialakult, igazán komoly sportággá vált már. Magyarországon egy kicsit mi másképp kezeljük, mint a nemzetközi szervezetek, mert ugye nálunk a macs felé nekünk a dopping ellenőrzésben az alkohol tartozik a legnagyobb nyilván, tehát Magyarországon, ami most volt, ugye a hétvégén itt Székesfehérváron az a felnőtt országos bajnokság, egyéni bajnokság, ott természetesen alkoholtilalom van, és alkoholos befolyásoltság alatt nem lehet játszani. Ez sajnos néha elcsúszik a dárcba, ugye a vadalistán nem szerepel az alkohol a dárccal kapcsolatosan. Szerintem nem sokára egyszer csak befog, már nagyon sok olyan szervezetről tudok, nagyon sok olyan országról, akik ezzel kapcsolatosan tanulmányt készítetnek. Ahogy bevezették a lövészetbe, ahogy bevezették az öttusába, meg mindenhol ugye az úgynevezett célzóvíznek a fogyasztását, ezt szerintem lassan be fogják nemzetközi szinten is vezetni a dárcba. Én itt mondani akartam, hogy volt, amikor hagyománya volt annak, hogy az öttusázók is azért kicsit főhajtottak, igen, hogy már csak az idegi stresszt is esetleg enyhítendő, vagy csökkentendő. Viszont azzal együtt, hogy tehát mondom, a hangulat, a közönség hangulata ilyen, nyilván, hogy ezek a versenyzők, akiket a tévében látunk, de majd mindjárt beszélünk azért a magyarországi helyzetről is nyilván, azért ők kőkemény profik, akiknek rengeteg edzés munka, nagyon tudatosan felépített karrier áll a hátuk mögött, és ma már elmondható, hogy tulajdonképpen a darcra is egy karrier felépíthető. Szerintem természetesen. Hát most már ők komoly egzisztenciával rendelkeznek. Azért, hogyha most mondjuk természetesen a világ elsőről beszélek, aki vezeti a világranglistát, Michael van Gerwen 2 millió fontot keresett csak az elmúlt 2 évben,
csak magából, a DAC nyereményeiből, természetesen ez után adózik, természetesen a menedzsment, természetesen minden más. De hát, hogyha 1 millió marad meg, akkor... Igen, szponzorok még ott igen, vannak. Igen, hát a szponzori azért itt még ugye a nagy öreg, aki abba hagyta a Phil Taylornak, tudjuk nagyon jól, hogy ő akár képes volt ugye a Sky Sporttal kötött éves szerződéseket 2 évre, vagy 3 évre, vagy sportszergyártókkal kötnek 3 évre. Hát amikor volt, nem is tudom, hogy Erik az angolna, vagy ez Muszampami, vagy Muszampami volt, igen. Igen, ő is a Nike-tól kapott egy 1 millió dolláros szerződést, tehát most ez... Két végletben vagy nagyon jó, vagy nagyon rossznak kell lenni. Mindegy, akkor de hát ilyen sportszer... Ők azért átlagosan az él DAC játékosok, akik már azért sok, ők már ilyen 8 és 9 millió font között így kerestek. Így ugyanott számolják, mint a teniszbe. Nincsenek azon a szinten, természetesen egy Federer szinten, vagy akármi, de azért nagyon-nagyon sokat keresnek. Ez már azért egy komoly egzisztenciát jelent természetesen. Ha már a teniszt hoztad párhuzamban, ugye szokták mondani, bár most hál' Istennek ezekben a mostani időszakban ez már nem annyira igaz, hiszen vannak végre újra ugye magyar teniszezők is a legmagasabb szinten. Hát évtizedekig azt hallhattuk, hogy Magyarországról ahhoz, hogy valaki a legmagasabb szintre jusson mondjuk teniszben, olyan elképesztő követelmények vannak, amiket általában nem tudnak teljesíteni, elsősorban már anyagilag, egzisztenciálisan. Dartsban mennyire van arra esély, hogy valaki egy kisebb országból, akár Magyarországról eljusson arra szintre, ahol a profikat nézzük a tévében? A teniszhez és a teniszt magát és a dartsot összehasonlítva sokkal, de sokkal kisebb összegekről van szó természetesen. Itt most beszélhetünk egy lengyel barátunkról, Krisztof Ratajszkiről. Természetesen a Lengyelországot és Magyarországot ugye az ott élők számában nehéz lesz összehasonlítani, mert azért egy nagyobb piacnak számít Lengyelország. De ő, Krisztof Ratajszkinak 3-4 éve van egy olyan személyes szponzor, akinek segíthetően nem kellett már, ugye meg tudta teremteni az alapegzisztenciáját is, és csak a dartszal kellett foglalkoznia, tehát idézősen profi sportolóvá vált. Ő most 3. jutott be a UK Opennek a selejtezőjébe, ugye, és azt mondhatom nyugodtan, hogy a magyar játékosokkal egy szinten volt mondjuk még 5 éve vagy 6 éve. Jó volt a kiemelkedő eredményei. Ő, aki egy szinten volt a magyar játékosokkal, kizárólag a jobb anyagi lehetőségének köszönhetően tart most előrébb? Azért ezt azért nem jelenteném ki, hogy csak a jobb anyagi edző, mert azért ott mögötte volt egy 3-4 év munka. Tehát azért ezt mentálisan el kell tudni viselni, hogy én otthon vagyok, és reggeltől estig dobom a dartsokat, elmegyek a versenyen, nem úgy sikerül. Ez egy nagyon kemény feltétel, és amikor az ember tudja, hogy mondjuk ezt neki 4 évre tudják biztosítani, és akkor már csak 3, és aztán már csak 2 év van, már csak 1 év van, és neki körülbelül 3 év telett el, amikor elkezdődtek azok a pozitív, igen pozitív előrejelzések, amikor már ő is odaállt, és tudta azt a 100-as átlagot, amivel aztán bárkit meg lehet verni a világon. Uh-huh. Jó, hát akkor térjünk át a magyarországi helyzetre, illetve még közelebbre ide Fehérvárra fókuszáljunk. Ahogy említetted is, ugye itt volt a hétvégén a Nemzeti Bajnokság első fordulója, döbbenetesen nagy versenyzői létszámmal. Szerintem, ha bárki betévedt a Vörös Marti iskolába, el se hitte, hogy ez egy iskola, nem pedig egy jó menő pub, ahol tényleg egymás mellett több tucat tábla előtt gyakorlatilag folyamatosan zajlott a verseny. Ez azt mutatja nekem, hogy a magyarországi dartsnak, és mivel sok fehérvári versenyző volt, így a fehérvárinak is, most már nagyon biztos alapjai vannak. Ezt nyugodtan kijelenthetjük, igen. Ezt volt a Magyar Dart Szövetség életében voltak nagyon nagy mélypontok, amikor tényleg olyan anyagi helyzetben volt, hogy az irodát is alig bírta fönntartani, de rengeteg rendezvénynek köszönhetően, amit elkezdtünk szervezni is közösen a Magyar Dart Szövetséggel és a fanklubbal, meg minden, igazából a Magyar Dart Szövetség berkein belül, annak köszönhetően hozzáteszem, nagyon sokat befolyásolta a TV közvetítés, hogy egyre több, 36 klubunk volt 3 évvel ezelőtt, most 62, már 63. vagy 64-nek az alakulásai zajlik. És itt teljesen hivatalosan, normálisan sportegyesületet, két bejegyzett
a sporttörvénynek megfelelő egyesületekről van szó, és akkor nem is beszélnék a játékos létszámnak a növekedéséről, de azért rengeteg-rengeteg munka áll mögötte, nagyon-nagyon sokat tettünk, és nagyon-nagyon sokat segített az állam is a versenyeinknek is, a rendezvények, a nemzetközi versenyeinknek a támogatásába, itt a világkupa fordulónkról, ami mindig novemberben van Budapesten, vagy 2016-ban Európa-bajnokságot rendeztünk, ifjúsági Európa-bajnokságot rendeztünk, ami ugye nagyon jól sikerült, hisz a Viviék megnyerték az Európa-bajnokságot, megvédték a címüket párosba. Tehát majd most ugye 2018 ebben az évben, szeptemberében rendezzük az Európa-bajnokságot, amire olyan elképesztő összeggel járult hozzá az állam, amit el se képzeltünk volna, hogy valaha is ilyen lesz a dárcba. De mondjuk azért hozzátartozik az is, hogy közel 40 ország fog szerepelni, itt részt venni. De ennek köszönhetően szépen-szépen egyre jobban. És ki kell emelnem, én még mindig úgy gondolom, hogy 70% abban van, hogy a tévé közvetítéseknek köszönhetően, ha egy dárc oktatásra vagy a dárc bemutatóra bemegyek egy bármilyen iskolába, általános iskolába, akkor ha azt mondom, hogy dárc, akkor mindenki tudja, ki az a Firtéro, ki az a Gerven. Meg az 501-től számolgatni visszafelé. Igen, tehát ezt mindenki tudja. Úgyhogy ezzel kapcsolatban így sokkal, de sokkal könnyebb dolga van. De akkor ezek szerint azért tesztek is érte, én emlékszem néhány éve pont volt, hogy a matek órákon iskolákban ugye ment ez a fajta... A mai napig is megy, ezt hozzá kell tennem, a Székely Páli barátomnak van ez a Windows Store-ból ingyenesen letölthető DARTS matek programja, ami egy oktatási segédeszköz és interaktív táblákra lett tervezve, ez a mai napig megy, egyébként most volt pár napja bemutatója Angliába, és óriási nagy sikereket ér el, és nagyon jó, tehát az alapmatematikai készséget el, ugye a DARTS-ban benne van a 4 alapművelet, ami nagyon fontos, ugye, és ennek köszönhetően sokkal könnyebben tudnak a gyerekek tanulni. Aki lejön hozzám DARTS-ozni, ugye nem messze vagyok itt a Vörös Marti iskolába, most már 10. éve tartom itt a DARTS oktatásokat, ez itt a igazi bázis, és minden tiszteltem, meg köszönetem az iskolának, az, hogy most már ki tudtuk ezt terjeszteni, úgyhogy már a Munkácsi suliba is vagyunk, most már 2 helyen lehet dárcozni, most mennek a tárgyalások a Tóparti gimnáziummal, ott is szeretnének dárcozni, most már csak szét kéne szakadnom egy olyan 10-15 fél, és akkor talán lenne. De sajnos, vagy nem sajnos, hanem szerencsére jönnek azok az ifjúsági játékosok, akik már most már 20-21-22 évesek, akik ebbe az általam kialakított körbe jönnek, nőnek föl, és őket most már tudom ilyen alapedzésekre segítségként hívni. Hát magyarán akkor azért azon kívül, hogy a TV közvetítések nagyon hozzájárultak a sportág népszerűségé, azt is rengeteget tesztek azért, hogy ez szárba is szökkenjen ez a mag. És akkor most itt Fehérváron mennyire optimális és ígéretes a helyzet? Mondtad, hogy szerencsére ugye iskolák vannak, tehát gyerekek vannak, nyilván sokan vannak, akik csinálják. Hogy állunk tehetségekben, illetve eredményekben? Hát eredményekben nagyon jól állunk. Ez most már... Ugye régen is nagyon jó volt a székesfehérvári dárc, én nem csinálok ebből titkot, én 15 évvel ezelőtt, 14 évvel ezelőtt költöztem le Székesfehérvárra. Akkor, amikor én leköltöztem, akkor ugye 2000-es években itt azért magyar bajnok csapat volt, ugye a Gilde Völgyi Sándor, idősebb Völgyi Sándornak köszönhetően, aki 2008-ban ugye december 28-án itt hagyott minket, és azóta föntről nézi, hogy mi hogy és miként tudunk, és az ő igazából az ő útmutatása és az ő csapatvezetéséből és az én szakmai gondolataimból született meg utána pár társammal együtt a Sportdarts Klub, aminek most már nyugodtan mondhatom, most már 5-szörös magyar bajnokok vagyunk férfiaknál, és 2009-ben alakult a klub. A hölgyeknél 4-szer, az utolsó 3-at zsinórban mi nyertük, az ifjúsági versenyekben is most már az elmúlt 3 évben döntőztünk, abból 2-t nyertünk, 1-et el, ugye döntőbe kaptunk ki, a serdülő játékosok, most már több mint 100 játékosunk van, azt nem úgy kell képzelni, hogy mindenki Székesfehérváron van,
ugye ezt a személyes beszélgetésünkkel is elmondtam, hogy van Soprontól, Debrecentől kezdve mindenki, akik ehhez a szisztémához, ehhez a légkörhöz szeretnének csatlakozni, és jönnek az emberek folyamatosan. És most már ami nagyon érdekes az az, hogy itt Székesfehérváron ugye a Vörösmarty suliban van az egyik termünk, az a főtermünk, amit ugye a magát a helységet az iskola biztosítja, és az összes többi, hát ugye a sportszereket azt mi, az edzést azt mi irányítjuk, de már kezdjük kinőni a helyet. Ugye itt, ha iskola nyitva van, mi akkor tudunk lenni, úgyhogy a következő előrelépésünk az majd elő lesz Fehérváron, hogy valami olyan klubhelységet tudjunk kialakítani, aki mindenkinek mondjuk reggel 10 órától este 11 óráig elérhető lesz. Rengeteg olyan felnőtt és diák, egyetemista nem tud jönni, aki 5 vagy 6 órakor végez. Nekünk 5 órakor befejeződik az edzés, mert ugye utána már vissza kell adnunk a termet. Úgyhogy ebbe kell majd előreléptünk itt az elkövetkező években. Hát, hogyha te aktivitásod múlik, akkor biztos előre is fogtok lépni, nyilván nem csak ezen múlik. Ezzel a bajnoki fordulóval, ami most volt itt Fehérváron, mennyire voltál elégedettek, és milyen eredmények születtek? Hát abból voltam, effektíve elégedett voltam vele, ugye nagyon sokan vagyunk, eleve 30 valány induló volt tőlünk, és azt azért kell tudni. Több mint 500-an álltak táblához itt a versenyen, a férfiak mezőnyében. Azt összekevertétek, 562-es tábla volt, és azért volt ez mindegy. 300 versenyző volt körülbelül itt, olyan 500 ember volt a kísérőkkel együtt. Azt kell tudni, hogy a tavalyi évben a női magyar bajnokságot Cipó Vivi nyerte, ugye, a felnőttek között. A második helyezett lett Kis Viktória, és a harmadik Erdei Nóra. Akkor mind a hárman ugye a klubnak a tagjai voltak, tehát a Sportdász klubnak. Tehát a női versenynek az első három helyezettje most. Erdei Nóra átigazolt a Prince of Darts-ba, ebbe egy másik klubba. Kis Viktória nem dálcozik ebbe az évbe, és Vivi meg átment a férfi mezőnybe, úgyhogy egy kicsit most így megüresedett idézőesen a női mezőny, de hozzáteszem, hogy már hoztunk oda egy újabb ifjúsági versenyzőt, Laci Viktóriát, aki igaz kikapott az első meccsén 6-5-re, de egy nagyon szoros meccset játszott. Szerintem itt, ha átesik ezen a tűzkerességen, akkor fog ő még meglepetést okozni a női mezőnybe is. A férfiak között, hát ugye az egyik különlegesség az az volt, hogy Cipó Vivi a női nemzetközi versenyekre való készülés miatt átmentünk a férfiak közé, azért, hogy nem megbántva a női mezőny, de tényleg semmilyen energiát nem kellett már arra pazarolnia, hogy tudjon nyerni. Ha véletlenül valaki szorongatta, akkor is könnyedén tudott nyerni. És ez nem biztos, hogy jót tett már ahhoz, hogy mi nemzetközileg eredményeket tudjunk elérni a következő két évben, hisz ott a világbajnokságra való bekerülés lesz a cél. Ő ugye, van két játékosunk, akik mind a ketten megjárták a World Cup of Darts-ot. Köztük van Kovács Patrik, aki 21 éves. Tőle vártam egyébként a legjobb eredményt, szerintem az egyik, tavaly ő volt az év játékosa, férfi játékos, és a másik pedig Mester Zoli, aki harmadik lett, ő volt a World Cup of Darts-on az egyik magyar játékos. Ezt azért mondom őket, mert őket, hogyha valaki követi a televízióban a darcot, akkor őket lehetett látni. És van még két másik játékosunk, vagy három játékosunk, akik a csapatbajnokságon, ugye a magyar bajnok csapatnak a tagjai. Ők Mészáros Zsolti 17. lett, Sirivik Peti pedig, ha jól emlékszem, 33. De ennél sokkal jobb eredményekre gondoltam. Vivi nagyon elrontotta a meccsét, de ezt azért még szoknia kell itt a férfiak, ugye ő 5. helyezését, tehát azért a legjobb 8-ba bekerülni egy ilyen mezőnybe. 16 éves lányról beszélünk, ugye én azért ezt a kritikát ilyen abszolút outsiderként kicsit finomabban az a baj, nagyon-nagyon jól játszott, igazából mentális probléma jött elő nála, nem nagyon hitt már ott magába, hogy ő akár eljuthatott volna döntőig is, vagy döntőig. Mester Zoli egy nagyon jó fiatal játékostól kapott ki, akivel az utánpótlás versenyeken állandóan küzd a Vivi, Lakatos Gergő, őről még nagyon sokat fogunk hallani. Mester Zoli az a játékos, aki mindig hozza ezt. Tehát
őt álmából fölkeltik, akkor ő harmadik vagy ötödik lesz biztos, vagy döntőzik. Tehát őt most nyugodt, most csúnya hangzik, de ez tud elvárható. A Patrik volt még az, akitől jobb eredményt gondoltam, 5-2-re is vezetett már a meccsén, és onnan kapott ki 6-5-re. Neki még ez a fiatalos hév néha elviszi a fejét, és akkor általában problémát jelent. Ez ugye január végén voltunk Bukarestben, ott is ugyanez a 3-0-ra vezetett, és a török válogatott Ümit Urgun Szűzlő nevezeti úriembertől, ezt megtanultam kimondani, kapott ki 4-3-ra, aki utána nagyon szépen a 5. helyig ment, és ugyanígy kapott ki, sőt, elmondhatom, hogy igazából a Vivi is hasonlóan kapott ki, úgyhogy most ezen kell dolgoznunk, hogy Deta Edmentől kapott ki a első és a második napi meccsein is. Az egyik nap 3. lett, a másik nap pedig 9., de hát a szenzációs eredmény tőle még így is. Hát nekem minden esetre úgy tűnik, hogy ezek a fehérvári színekbe versenyző fiatalok, ezek még sok örömet fognak okozni, és hát ahogy mondtad, jön fel az utánpótlás. Nagyon nézegettem, tényleg a tévében is nézi az ember testközelből is ezeket a versenyzőket, és tényleg végig azon gondolkozom, hogy valójában mi kell ahhoz, és talán záratjuk is ezzel a beszélgetést, mi kell ahhoz, hogy valaki jó dárcos legyen. Van-e bármiféle adottság, ami kell ehhez a sporthoz, vagy tényleg azon múlik, hogy valaki hány órán át képes monotonon és azt az egy mozdulatot gyakorolva végezni a dobálást? Természetesen kellenek hozzá adottságok, ezt az utat, ahogy valaki profi játékos és jó játékos legyen, azt le tudja rövidíteni, mert hogy jók az adottságai. Én úgy gondolom, hogy bárkiből lehet jó dárcjátékos. De alapvetően kézügyessége, vagy mi kell hozzá? Nagyon jó mozgáskoordinációs képességek kellenek hozzá természetesen, és egy borzasztóan erős mentális önismeret, és ez a legjobb kifejezés rá, ugyanis ezt a dobás technikát, ezt nekünk mindenféle érzékszervünkhez mindenhova rögzítenünk kell, ez minden sportágban hasonlóan működik, ahol cseleket kell megtanulni, ahol hasonló ilyen mozgáskoordinációs és finom motoros mozdulatokat kell végrehajtani, ezt ugye a dárcosoknál ez azért működik már egy idő után jobban, mert ők ezt már fejben is tudják effektíve gyakorolni. Igen. De ez az kell, hogy rengeteget eltöltsenek a tábla előtt. És ezért azok a gyerekek és azok a játékosok lesznek előnyben, akik ezt a monotonitást igazából tűrik. De egyébként ez szerintem minden sportágban igaz. Hát remélem, hogy sokan lesznek akkor, akik jól tűrik, majd az elkövetkezendő időszakban is. Mi lesz a következő nagy feladat, amire most készültök? Most megyünk a hétvégén, 17-én lesz utánpótlás, OB forduló, majd Csepelen. Aztán a rákövetkező hétvégén pedig megyünk majd Pozsonyba, ahol világkupa forduló lesz. Oda megyünk a szombati napon. És aztán majd megint kezdődik a március, ahol lesz majd OB forduló, aminek még nem tudjuk a helyszínét, még az is lehet, hogy itt lesz Fehérváron megint, majd kiderül, hogy mennyi pályázó van a Magyar Dárc Szövetségnél. Ha esetlegesen nincsenek pályázók, akkor általában mindig itt a Vörösmarty iskola segítségét kérjük, és akkor rengeteg fordulót fogunk tudni elhozni, de hogy aztán tovább hogyan lesz, azt majd még kiderül, majd áprilisban fogunk menni Bohumba, világkupa fordulóra, és hát a magyar bajnoki csapat, bajnoki és minden más. És ez az Európa bajnokság, ami akkor mondhatni az év egyik fő versenye, az mikor és hol? A szeptember 25-től 29-ig fog tartani. Budapesten lesz a MOM Sportba, és a szombati napot, a 28-ig, azt hiszem, vagy 29-i napot azt majd valószínűsíthetően 99%, hogy majd élőben is lehet közben nézni a televízióba, és természetesen a helyszínen is lehet majd megtekinteni. Ezt nem úgy kell képzelni majd, mint amit a tévékben látunk, világos, az óriási nagy üdvilágás, mert mindenki be fog öltözni. Itt ez egy kicsit szolidabb, de reménykedjünk benne, hogy ütőképes válogatottakat fogunk tudni összeállítani, és akár a döntők napján is, elődöntők napján is majd lehet magyarokért szurkolni. Hát úgy legyen, Cigen Ahmed Árnak köszönöm szépen, hogy itt volt, és sikereket erre az évre is. Nagyon köszönjük.
A kedves nézőknek pedig a figyelmet köszönöm. Gyakoroljanak, bárkiből lehet darts bajnok, ezek szerint tényleg gyakorlatilag kitartás kérdése is jön, nagy anyagi befektetés sem kell hozzá, ellentétben sajnos sok más sporttal. És milyen jó hangulatok a versenyek, viszontlátásra!